Szombaton adták át a végzősök diplomáit a Nyíregyházi Egyetem dísztermében. Ez volt az első olyan év az intézmény életében, amelyet már alapítványi fenntartásban töltöttek el. Kósáni dr. Bilanics Ágnes oktatási rektorhelyettes műsorunkban azt mondta, szinte senki sem hagyta el az egyetemet az átalakulás miatt. Az oktatóink és a nem oktatói dolgozók is rendkívül örültek annak, hogy ilyen értékű bérrendezésben volt részük. Nyilván azt is értették és megértették, hogy ehhez új feladatok is párosulnak. A Nyíregyházi Egyetem vezetése nagyon komoly energiákat fektetett arra vonatkozóan, hogy edukálja a kollégáit, hogy az előttünk álló időszakban mik az elvárások. Ezek milyen feladatokkal párosulnak, és hogy hogyan lehet ezeket valóságában jól realizálni, úgy, hogy eb, ennek minden egyes munkavállaló számára pozitív következményei legyenek. Lemorzsolódás vonatkozásában nagyon minimális volt az oktatók részéről, akik esetlegesen úgy gondolták, hogy nem itt kívánják folytatni, szinte konvergált a nullához. Idén 1428-an jelölték meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemet a felvételizők közül, amely jelentős 13%-os emelkedés a tavalyi adatokhoz képest. Ezt elsősorban intenzív marketing marketingkampányal érte el az intézmény. A Nyíregyházi Egyetem az élhető közelség, elérhető ö, egyetem szlogán, ö, értelmében nagyon komoly partnerkapcsolatokat alakított ki a megye régió középiskoláival, és a személyes jelenlétre helyeztük a hangsúlyt. A pandémia felhívta a figyelmünket arra, hogy a célcsoportunk, a beiskolázandó fiatalok már nem csak erre nyitottak, ezért az elmúlt években, mert nem csak ebben az évben, de az elmúlt évben sokkal fokozatosabban, az online térben is szinte a lehet, Lehető összes felületen, a Facebooktól, a TikTok videókon keresztül, a, a Spotify-on, a különböző podcastek segítségével szinte heti rendszerességgel készítettünk olyan anyagokat, amelyek a mai fiatalok érdeklődésére számot tarthatnak. A következő fontos időpont július 21-e, ezen a napon húzzák meg a ponthatárokat és derül ki, hogy kit vettek fel az egyetemre. A tanév szeptember elsőjén csütörtökön kezdődik.